Na, hello, Beló, üdv innen, újra itthonról, a kis megszokott közegemből. Elég sok mindenről szeretnék majd a mai részben beszélni, jó pár dologra szeretnék majd most reagálni, de még mielőtt ebbe belemennék, nézzük akkor meg gyorsan, hogy mi az, amiket eddig kinyitottam a Karival, meg mi az, amit nem, mert az előző részben ugye csak a boss harc volt, és akkor úgy ígértem, hogy majd most ebben megmutatom, hogy mi van. Na hát ugye 6 darab kvarcom volt idáig össz-vissza játékban, és amit eddig nem mutattam, az lényegében ez, amit kinyitottam, ugye plusz egy slot az amuletnak, és akkor itt láthatjátok, hogy miket pakoltam lényegében bele. Igyekeztem csökkenteni a stamina fogyasztásomat, ugye charge-etek esetében, illetve a Stagger Duration-t azt ugye most tudtam itt kinyitni ezzel a Karival. Hát a többiekben pedig már azt mutattam nektek, hogy miket nyitottam ki, az ugye az előző részekben benne volt. Ami a Karit illeti szintügyileg most jelenleg így állunk, továbbra is a technikre pakolok, illetve elkezdtem ugye az Advance statot is húzni. Itt most jelenleg csak és kizárólag amiatt, hogy kapjak valami elementális rezisztenzt. A kapacitást húzom még, azt nagyjából 25-ig tervezem is, bár majd meglátjuk, hogy meddig lesz indokolt. Patch után vagyunk, ami azt jelenti, hogy ugye az amuleteknek csökkentették a súlyát, ezáltal most lényegében a DS3-as Havel's Ring copy helyett most be tudok tenni 3 olyan amulettet, ami azért értékes is és ér is valamit. Ez az egyik ugye az, hogy megkapom az attack buffot abban az esetben, hogyha perfect guardolok és sikerül. Ez mint kiderül, ez az, hogy alkalmanként van esélyem arra, hogy ugye nem használ el a Kari egy pulszelt, ami tök jó, ez így most a boss harcnál ki is jött, illetve a stamina visszatöltődési sebességet növeli, ez a cucc. Azonban még így is mókolnom kellett egy kicsit a defense párcokkal, hogy 60% alatt maradjak. Most talán tudnék betenni egy kicsivel, ezt így még át tudjuk rendezni, hogy 59%-on vagyok, vagy maradjak. Na és hát akkor ugye... ahol befejeztem az előző részben, az nem más, mint ugye maga a boss aréna. Na és hát ugye mondtam, hogy végigvittem már még egyszer ezt a játékot egészen idáig egy teljesen új build-el, egy advanced build-el, amit mondtam is, hogy baromi könnyű volt. Szóval nem csak az advanced build miatt, hanem amiatt is, mert már tudtam igazából, hogy hol mire számíthatok a Karival, úgyhogy baromira... majd azt megnézzük, hogy mire való. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy már csak amiatt is, mert már ott tudtam, hogy hol, mire számíthatok, ilyesmi, úgyhogy az ott viszonylag hamar lement. Tovább viszont ettől a ponttól egyik Karival sem mentem. És na, egy kvarc, tök jó. Na, ennek már így viszont örülök. Dobhatta volna a boss is igazából, mert attól úgy jobban esett volna, mint hogy így itt a boss után, de mindegy. Na, itt még volt egy ajtó, bemegyek már, szétnézek, hogy ott hát, ha van-e valami. Na, de szóval visszatérve arra a boss harcra, ami itt volt, hogy summon, nem summon, meddig éri meg egy bosszal harcolni, meg meddig nem. Na most ezzel kapcsolatban, tehát én nem szoktam ezt így felhozni, mint téma soha a videóimban, hogy én a summonökhöz hogy állok. Nekem mindig is az volt az elképzelésem, hogy egy olyan játékba, amiben szeretnék ténylegesen időt és energiát beleinvestálni, a summont én akkor se fogom használni, ha megdöglök. És már pedig azért nem, mert az már valahol számomra egy feladása annak, hogy én szeretném ezt a játékot kitanulni, vagy megismerni. Éppen ezért ennél a boss harcnál sem voltam hajlandó behívni summont. És tényleg úgy vagyok ezzel a játékkal, meg bármelyik másikkal, amelyik érdekel, hogyha egy boss-t én nem tudok leszedni úgy, hogy nem használok summont, akkor inkább hagyom a fenébe az egész játékot, és elfogadom, hogy ez a játék nem nekem való. De csak azért summonnal nekem leszedni egy boss-t, hogy summonnal leszedjem, és tovább jussak minél hamarabb a játékba, nekem egyszerűen nem éri meg. Akkor kész, akkor ez nem az én játékom, ezt elfogadom, és akkor megyek át egy másik játékra. Jó, oké, barátom, majd még mi itt elbeszélgetünk. Szóval nekem ez így a filozófiám ezzel kapcsolatban. A Nioh-ban is, tehát soha az életben nem akartam úgy játszani azzal a játékkal, mert egyszerűen érdekelt.
Ha most végig szamonöztem volna az egészet, és nem megyek át azokon a frusztráló részein a játéknak, ami a szóló játékkal együtt megy, akkor az életben nem jutok el addig, hogy mondjuk leveledjen, végigvigyem a Niót. De nyilván ezek a játékok, bármennyire is nehezek, mindig úgy kell, hogy legyenek megdizájnolva, hogy a summon az egy opció marad. Szóval csak azért, mert valami nehéz, attól én még ezt az opciót, nem szeretnék ezzel az opcióval élni, és tényleg a Lies of P-vel is terveznék még a jövőben játszani, de ahhoz nekem csak úgy van értelme a Lies of P-vel a jövőben játszani, hogyha én ezt itt a bosszokat megtanulom, kitanulom, elfogadom, hogy vannak helyzetek, mint például ez az előző boss, ahol nagyon is kötött szabályokhoz van kötve az, hogy te azt hogy fogod leszedni. Ott az volt, hogy ha túl sebzed, beugrik hozzád a másik három NPC, ami egy picit unfair helyzetet teremt számomra, hogy 4v1-es szituációk állnak elő. De az nem azt jelenti, hogy nekem akkor már egyből be kell hívni a summon-t, mert. Az meg, hogy ez mit torzít magán a játékélményen, vagy magán azon, hogy ez a játék mennyire jó, vagy mennyire nem jó, nem torzít, mert az, amit én itt leadok, vagy felveszek, az egy szóló élmény. Ami frusztrációval fog járni, mert nyilván, tehát mondom, nem fogok summon-t használni, vagy nem akarok summon-t használni, de az nem torzítja el. Tehát pontosan az lenne a torzítás, hogyha én azt csinálnám, hogy behívom a summon-t, lemegy második try-ra a boss, és akkor azt mondom, hogy ez egy baromi könnyű boss, miközben nem. Szóval én nem fogok most itt máshogy játszani ebben a játékban, mint eddig. Hova a túróba kell itt most menni vajon? Szóval, bocs, hogyha egy hosszasabb rész, ami csak mondjuk boss harcból áll, unalmasabb, vagy nem olyan, de se torzítani nem akarok a játék élményen, ezt nem azért rakom bele, meg a véleményemet se szeretném megmásítani ezzel a játékkal kapcsolatban, meg amúgy, tehát milyen vélemény, tehát én szeretem a Lies of P-t, ez nem azt jelenti, hogy attól még, hogy egy boss trashnek tartok, nem a játékot tartom trashnek, hanem a boss tartom egy baromi nagy bullshitnek, és ez a nyuszis, répázós történet, ez számomra ideig a legalja volt ebben a játékban. Úgyhogy remélem, hogy innentől kezdve csak jobb bosszok lesznek, vagy hogyha nehéz is a boss, legalább 1v1 legyen a történet. Vagy maximum 2v1, mert azt még talán el lehet valahogy így izélni. Na azt hiszem helyben vagyunk. Na most mi történik? Jaj, de kis cuki gyerek volt! Hát ezt tényleg meg is kell tapsolni. Na visszajöttem itt ehhez a furafejűhöz, és... itt úgy látom, hogy lehet tőle venni dolgokat. Ez ugye tölti vissza a HP-t. Ez mondjuk nem rossz, növeli a max staminát egy darabig. Ez lehet, hogy jó lenne megvásárolni. Ez se rossz, hogy gyorsabban tölti vissza a fable-t, miközben támadunk. Hát ez a Legion, ez annyira nem... A staminásat az behúzom szerintem. Aztán akkor itt szerintem át is tudjuk tenni ezt, igen. Jó, hát akkor innentől kezdve most már megpróbálom majd használni, ha el nem felejtem, hogy van ezt a cube-ot, be is teszem inkább ide, hogy eszembe legyen. Oké, mamitól megkaptuk a kulcsot. Jó, akkor megvan, hogy merre kell menni. Oké, megyünk akkor erre a Róza Izabella útra. Jó, király. Na, hát akkor vágjunk bele. Amúgy tökre örülök, hogy megint tudok játszani egy kicsit. Most lesz megint így pár napom, amikor tudok ezzel a játékkal foglalkozni. Igazából érzem is most így a craftot hozzá, hogy nyomjam tovább a Lies of P-t. Már csak amiatt is, mert így a háttérből egyébként nagyon piszkálja a fantáziámat a Lords of the Fallen is, úgyhogy az meg már tényleg csak, hát nem az, hogy egy pár nap, de hát ugye október 13-án jön majd ki, úgyhogy baromira várom már, hogy nyomuljak majd vele. Na, és akkor szerintem pattanjunk is, vágjunk is itt bele a történetbe. Lássuk, mivel állunk szembe. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb találok még egy upgrade itemet. Jó lenne felhúzni 6-osra ezt a kis fegyót. Meg most gondolkoztam, hogy mire kellene még pakolni. Így statügyileg.
Az lesz a terv, hogy Vit Vigor 20-20 kapacité, azt majd meglátjuk, hogy kell-e még húznom, és minden más, 10-asig az advance, és utána csak a technik. Amíg bírjuk, addig a technik. Na, ez egyébként nekem már most szimpatikus, mert úgy látom, hogy megint itt vagyunk a... Itt vagyunk kint az utcán. Ajaj. Hát igen. Jó. Nézzük a damást. Két ütés. Na jó. Ez most így itt ide jó lesz. Tetszenek ezek az utcák, ahogy megcsinálták a játékban. Bár lehet ez már egy kicsit ilyen elfogult vélemény, így a... ugye a játék eleje is ilyen volt. Aztán azt meg már ott jó párszor végignyomtam. Az baromira tetszett. Ez a nyuszis rész egyébként annyira nagyon nem tetszett. A katedrálisnak egy része az tetszett. De ez az előző rész, ez nagyon-nagyon-nagyon... Jajajaj, hát te honnan a túróból jöttél? Az nagyon ki volt ott találva, hogy ilyen izé legyen, szivatós. Itt volt egy rész, ahol így ott fent a tetőn voltak ilyen dobálósak. Meg ugye ott volt még lent egy ilyen nagy melák. Hát az kemény volt, hallod, az a rész. Atya úristen. Mindegy, lenyomtam, csak azért ott kellett taktikázgatni kőkeményen. Ezeket az újabb itemeket is szeretném majd használni. Ja igen, tudtam, hogy fent van ott az árus, és hogy végtelen számban lehet tőle venni cuccokat. Na de hát könyörgöm, ahhoz egy baromi nagy adag ergó kell, érted? 700, majd 700-ba kerül egy izé. Biff, buff, meg a dobálósak, az is vagy 400, vagy 500, valahogy így, hát azért annyira sok ergót nem adnak ott azon a terepen az ellenfelek. Most azért meg, hogy álljak le egy órát farmolni ergót, hogy vegyek, mit tudom én, x mennyiségű cuccot, azt lehet, hogy annyiból se fog lemenni a boss, mert az a gangbang az nem azon múlott, csak és kizárólag. Biztos, hogy hamarabb lement volna, ha tudom őket dobálni, meg non-stop buffolgatni magam. Mármint a fegyót. De mondom, nem, tehát én már, de ezt is nagyon sok... Ó, upgrade item, sokszor elmondtam, hogy ha nekem egy játékba le kell állni, farmolni bármit azért, hogy meglegyen XY cucc, akkor nekem, tehát nem kell, tehát ezzel ne húzza már az időt a játék. Amit természetes úton módon el lehet érni, meg lehet szerezni, azt szeretném is megszerezni, de bármi olyan cuccot, amiben ennyi órát, vagy x órát bele kell ölni, hogy te megkapd farmolásból, az részemről tárgytalan maradt szó, valamiatt nem mentem ott ahhoz az árushoz, hát valami 89 forintom volt, vagy mennyi végig a boss harc alatt, szóval ott amiatt. Ajaj, ebből mi lesz? Jézusom, ez robban? Ó, az igen! Ez szép! Ez szép volt, hallod? Ó, nem is tudom, mit kellene ezekre használni. Lehet ide is a string lenne a jó megoldás. Na, mami, gyere ide! Ezzel a seprűvel nem itt fogunk emberkedni. Te meg még mielőtt bekattannál itt nekem. Aha. Jó, most egy kicsit megijedtem, hogy halál után is lehet robban, de szerencsére nem. Ez mi? Jaj, még egy ilyen. Na, te ott vagy jó helyen, remélem be is robbansz ott magadnak. Hát ez itt mi a túró? Ide most ugyanúgy vissza lemegyünk, vagy ez egy ilyen újabb hely? Á, nem, úgy látom, itt még nem jártunk. Okés. No. Á, most már egy kicsit aggódok itt ezekkel. Hát ez mi? Jézus Máriám! Kezdek aggódni itt ezekkel az ablakokkal, hogy itt ilyen leányzók beugranak berobbanni nekem. Hát igen. Ide már csak a csecsemők hiányoztak amúgy, a csecsemő robotok. Ok. Jaj, nem! No! Hát... Itt már hamarabb pattant az ujjam a gombra, mint hogy... realizáltam volna, hogy ez már majdnem késő volt. Úristen, ezek a robbanósok, ezek... Már látom, hogy mi lesz itt a legszivatósabb része ennek az egész terepnek. Oké. Oké. Ó, viszont ez itt egy shortcut. Szupi. Ez pedig. Na, az ilyen ládákat szeretem. Ezekben ideig mindig jó lootok voltak. Legion plug. Na, ez mire jó?
Á, jó, úgy látom, hogy ezzel fogunk tudni csinálni még egy új kart. Még itt lemegyek, mert láttam, hogy le lehetett menni valami pince részbe, vagy egyen lejjebb valahova. Na hát akkor most már... Ó, szűz anyám! Most már lassan tényleg megéri visszamenni megint a hotelba, mert tudnék egyet húzni a fegyón, egyrészt, másrészt meg akkor meg tudnám csinálni ezt az új kart. Kíváncsi vagyok, hogy ez micsoda vagy melyik lesz. Hát ugye már ott a kraftolós résznél kiírta a lehetséges opciókat a játék. Ez a Sawblade, ez nagyon-nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó. Jó téma. Na, hogy nézzem most, hova jöttünk. Remélem, hogy ott fent bent nem hagytam el semmit, mert ahogy elnézem, igazából erre is kellene tovább menni akkor. Viszont akkor lassan kéne, mert hogy szüzanyám, hogy vagy legyen itt egy új Stargazer valahol. Milyen kis huszáros fiú vagy te? Vagy pedig egy shortcut vissza a Stargazerhez. Atya világ! Hát, ez baromi jó hallod. Ok. Viszlát. Na, ez a rész, ez tetszik. Ez baromira tetszik, ez az utcás rész. Úristen, mennyi izét kitaláltak ide. Ne! Overheat. No. Overheatet nem szeressük. Az nagyon nem volt vicces a izénél. A fuokónál. Jaj, nincs izé. Az baj. Az nagy baj, mert ti ott fiúk. Várjatok. Eljött az idő, hogy megnézzem, hogy van-e valami dobós izém. Hát nem nagyon van itt mivel. Kedd ezt. Ó, viszont ezt. Visszatöltjük a stringet. És elbánunk mindenkivel szépen. Egyesével, ahogy azt tanították. Gyere ide. Na. Wow. Oké. Okay. Atya vile. Na nem. Fú, azt a kis dobálósat. Sürgősen innen le kell szedni. Oké. Okay. Még egy. Jaj, nem már. Oké. Na, és akkor most már csak te vagy. Áhá. Viszlát. Na, ez jó. Ez szép helyzet volt. Na, viszont ott még valahol... Ki énekel? Dancers... Ó, nocsak. Na, majd megnézzük. De várjunk, mert ez megint egy másik shortcut. Még volt ott visszafele az elején valami shortcutos ajtó. Ó, nézzük, ott is van fent valami íze, és le lehet onnan rugni a létrát. Akkor viszont valamit nem csináltam én ott meg, még visszafele. Na, majd mindjárt visszamegyek, azt felderítem ott a terepet, mert... Szerintem ezt mindannyian tudjuk, hogy mit fog jelenteni. Itt valami van. Jó, megyünk vissza megnézni, hogy mit hagytam el. Vágási Ferenc, felderítem itt a terepet. Na oké, visszaérkeztem, itt vagyok. Na hát ugye innen fordultam vissza. Kisebb-nagyobb sérülésekkel, de elérkeztem ide. Hát nézzük meg, hogy mi lesz itt, de... Gyanítom. Vastagon gyanítom. Annyira tudtam, Istenem. Az igen! Az iframe volt, hallod? Tudtam, hogy ez lesz. Istenem, de tudtam, hogy ez lesz. Hyper armor, bibibi. Ajaj, tehát igen, itt már nincs. Mi van, kis répiőr? Ilyen lassú a mozgása neki. Perry? Ez már valami. Várjál. Hát akkor veled vigyázni kell, anyukám. Milyen kis kecses. Aha, téged is lehetne backstabelni. Oké.
Gondolom ugyanaz, aha, ugyanaz van neki a izéjén a répi... Bárha ez rép, de ez rép, valami répjörös hülyeség ez. Na? Ok. Na, ezt honnan? Azért. Már megijedtem, hogy nem fogja beadni. Ha, már perizett volna, figyeled. Várjál csak. Aha. Spam. Spam, spam, spam. Ahhoz tetszik érteni? Missis. Az szép volt. Téged be lehet ezzel szivatni? Hát azért. Nem egészen. De ezzel úgy látom, igen. Ok. Lejje. Gyere. Úgy, úgy. Na még egy. Hát. Tipikus emberi ízé. Emberi ellenfél. De ez legalább nem volt ilyen izé végtelen. Hát nem hiszem el, hogy itt minden ajtó a másik oldalról nyílik. Legalább nem volt ilyen izé végtelenül non-stop spam, spam, spam téma. Na azt mondja, honnan jöttem? Nem innen, szerintem. De úgy látom, hogy itt is kétfele lehet majd elmenni. Aha, itt még van egy item. Na, a dobós izé. Elektromos cucmó. Illetve... Illetve, erre nem voltunk még, és akkor az az ajtó, hát ezt megint nem lehet kinyitni. Amúgy most annyi sok ilyen ajtó van, aminek folyamatosan a rossz oldalán állok. Remélem, hogy megtalálok minden. Nézd meg, ott is ott van egy item, de oda is, hogy a túróba lehet majd bemenni. Jaj, nem, ott van valami ajtó. Jó, oké. Na, először is nézzük itt. Ez. Mennyi ilyen izé lore item van itt? Szűz Máriám. De ez tényleg tetszik ez a terep. Ez jó, ez jó. Kis hangulatos. Akkor innen jött ez a zene, amit hallott. Ó, megvan az ajtó, megvan az ajtó. Áhá. Mondjuk ide nem akarok visszajönni, ami azt illeti abba a dzsindzsásba be. Na hát menjünk akkor, nézzük, hogy erre, merre lehet még itt tovább menni, mert akkor gondolom, hogy innen kellene haladnunk valamerre tovább. Á, biztos erre. Á, jó, itt egy Stargazer, oké. Okay. Ennek már ideje volt, őszintén szólva. Na most mielőtt még ide ezt beaktiválom, meg akarom nézni, hogy ez... Hát ilyen nincsen, hallod. Non-stop mindennek a rossz oldalán vagyok. Hát az ott ki a fene? Ki tetszik lenni? Persze. Jó, akkor itt vissza kell hozni neki a cuccokat. Hát remélem, hogy majd útba esik, és akkor megtalálom. Most egyelőre másfele nem tudok menni, csak erre. Legalábbis ahogy láttam. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy errefelé. Jaj, ne, megint ilyen csatornás, izé, sötét. Aj. Azt reméltem, hogy itt végig a izén maradunk az utcán, kint. De úgy látom, itt megint ilyen... Sötét, zeges, zugos. Jaj! Fiúk! Ilyet nem játszunk. Ti már beszivattatok egyszer ott a izénél. A fukós teremnél. Na, megint egy izé. Moonstone. Helyes. Jó lenne húzni majd még a fegyón. Először is ezt akkor itt felvesszük. Kérdés, hogy erre... Aha, erre is lehet majd menni. Ouch. Na de akkor előbb nézzünk el itt erre, és akkor úgy is kiderül, hogy melyik a főút. Ha kiderül, hogy ez, akkor visszamegyek ott a leesős részhez. És akkor megnézzük, hogy ott lent mi van. Jó sokan vagytok. Ti hogy kerültetek ide? Hát gyanítom, hogy ez lesz pedig a főút. Aha, baromira ez a főút. Jó, akkor megnézem még, hogyha ott lezakózok, akkor hova kerülünk, mert baromira érdekelne.
hát ha van ott is valami ilyen rejtett izé, kellene még egy kvarc, és akkor megint ki tudnék nyitni még egy ilyen plusz dolgot, egy plusz kört ott annál a pi organ izénél. Ajaj, várjál. Kis barátom, mert még csak most jöttem ide. Oké. Remélem, hogy megéri ide beugrani. Ez szívem szerint már mennék ebből a csatornás részből, de... De hát ha lenne itt valami jó cucc. Ajaj. Látom, hogy ott fent már mászik. Aha. Kis sunyi. Hát, de a fiúk az már sok lesz egy kicsit így. Ennyi HP-m nincs. Hát én nem dobtok valami nagyon értékes dolgot. Hát ez itt. Szegény. Jaj, nem szegény, most látom a fejed. Ja, jó vagy te itt, akkor viszlát. Na nézzük. Mi volt ez a locsanás? Locsanás? Uram! Önnek itt helye nincs. Tessék visszamenni oda, ahonnan jött. Na most hova túróba kerültünk? Remélem, hogy... Ó, nem már. Na? Azaz. Ne tudjam elizélni rád. Csarjatok ott. Na várjál. Nem sok kell neked. Pedig azt reménykedtem, hogy be tudom vinni neked hátulról, de akkor ne. Ha nincs itt idő charge-olni már, tényleg. Ajaj. De legalább kigyulladtál. Nem akarnál meghalni? Hát már majdnem izé betoltam, érted, hogy... itt elcsótánykodja itt nekem a Jaj, ne már. Kéne egy izé healt visszatölteni. Ó, Istenem, bár így lenne ötösöm a lottón. Oké. Jó, vagyis nem a ötösöm a lottón, hanem bárminden kívánságom így teljesülne, mint ez. Na nézzük itt, mi volt. Kvarc! Úristen! Na jó, oké. Újabb komoly indok, hogy megint vágjak egyet, egy vágási Ferencet a hotelba majd vissza. Mi az ennyi korga? Ó, hogy ez volt itt a shortcut, Star Fragment, ok. Ez itt a shortcut, vissza. Csak pontosan hova is? Hogy nézzem. Á, jó. Ide a terepre. Na, nagyszerű, jó. Akkor visszateleportálok a hotelba, és nyitunk ki a kvarccal egy új köröcskét magunknak. Na, itt is vagyok. Na, nézzük, hogy akkor mit lenne érdemes itt még nekünk kinyitogatni. Ez mondjuk nem lenne rossz az, hogy tudjak dodzsolni akkor, amikor ugye a földre kerül. Az baromi jól jönne, nagyon-nagyon jó, sokszor jól jönne a Karinak. Úgyhogy akkor ezt fogjuk most kinyitni. És ezt mindenképpen, hogy nagyobb posture damage-et csináljon a gárdunk. Egyrészt. Másrészt pedig. Na mondjuk ez. Kevesebb damage-et kapok akkor, hogyha Fable Arcot vagy Charge Attack-ot használok, és ugye közben mondjuk megsebeznek. Hát mivel a Fable Arcoknak most már van Hyper Armorja, ennek az egész sornak itt konkrétan van értelme, legalábbis a Fable Arcos részének mindenképpen. Ugye, hogyha tankolgatni akarsz át ilyen-olyan ütéseket, úgyhogy akkor én szerintem ezt behúzzuk. Jó. Na, szuper, és akkor úgy látom, hogy ki is nyíltak itt a következő opciók. Ó, és ezekben már hármat lehet betenni. De jó. Na, oké, helyben vagyunk újra itt. És akkor visszamegyünk lefelé. Csak most nem ugrunk majd ott ugye le. Azon a kis részen, hanem haladunk kifelé. Kifelé, ahogy láttam vissza az utcára. Hát fiúk, itt most veletek mindannyiótokkal nem fogok foglalkozni, mert már egyszer. Egyszer túlestünk már egymáson. Legyen ennyi elég nekünk. Egy egyszeri találkozás. Mert belőletek itt aztán van egy egész izé. Család, halljátok. Erre a dodge-ra nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog tudni felkelni, hogy tényleg fel tud-e kelni a Karim a földről, pikpak.
Hát majd kérdezik, hát ez mi a lótúra? Atya úristen! Mi ez a... Várjál már! Hallod, te nem vagy normális. Nem lehet téged hátba szúrni? Nem? Mi az, atya úristen, ez? Hát ez kész, hallod. Ajaj. Milyen masszív leányzó ez. Honnan jöttél? Mindjárt jön a piros. Aha. Valaki robba... Úristen! De várjunk már, hát ezek meg sebzik is egymást ráadásul. Wow. Jó, akkor legközelebb, ha ilyen helyzet van, előbb körbe kell nézni, hogy van-e ott a környéken egy ilyen robbanós leányzó, mert... Úgy látom, hogy az elég jó damage-et csinált rá. Na de most hol vagyunk? Várjunk már egy picit. Azt mondja, hogy... Itt meg... Aha. Na jó, gyere, mami. Valamit kezdenünk el most már egymással. Az a mamihoz. Ó, mennyi mami van. Várjunk már az ott meg a shortcut. Ide látom. Tűrüdű. Aha. Na, upgrade item, jó. Oké. Hát azt nem fogom bánni, hogyha ezen a csőszerkezeten még egyszer nem kell átjönni. Na, de akkor el is jött a pillanat, hogy visszatöltsem a cuccaimat, mert konkrétan, amíg itt átszaladtam. Ez a kis fehér ruhás leányzó robot, ez konkrétan lehúzta az összes mindenemet. Minden hílem elment rá. Meg a robbanás utáni sokra. Ó, mi ez a kis muzsika? Az ilyen zenéről mindig a kaja jut eszembe. Most úgy kedvem támad enni. Valami spagit. Meg a Suzi és tekergő, abba vagy... Mi a túl? Ne! Kérlek, ne! Wow! Atya világ, mi a... Hó, szűzanyám. Ó, úristen, mennyi ízét kapok. Upgrade itemet. Ez már tetszik. Ez már az a loot, ami nekem tetszik. De ki a túró izél itt? Ki mu... Innen jön pedig valahonnan a zene. Remélem, hogy... Ó, hallod? De nagy arcod van onnan fentről. Jaj, ne! Ó, szűzmári. Na, apukám, nem. Tegyed azt ott elfele. Az dobott ott vajon valamit, ez a felrobbanós? Hát ez kész amúgy ez a terep. Na, nézzük. Itt zenél valami. Innen jön a muzsika. Jaj, biztos innen ebből a... üzéből. Milyen kis kelleme. Mi van mögöttem? Atya világ! Nem ma kezdtétek, fiúk! Ojojoj! Na várjál, jövök! Jövök! Hát, ha már nem bírsz magaddal. Az igen! Ez szép! Hát te meg ki vagy? A fene vigye el! Na nem! Ó, szűzanyám! Jó, veletek jobb lesz így elbánni, így egy kupacba. Jó. Neked se kell mások. Nem. Nem rednetlenkedünk. Jézusom, és ezek is upgrade itemet dobnak. Na, ebben remélem kvarc. Kérlek, legyél kvarc. Kvarc. Hát nem, ez egy defense perc. Nem baj, az is jó. Majd, ha pakolunk még a kapacitásra, akkor majd jobbakat is elbírunk, mint ami jelenleg van. De no, azt mondja, hol nem voltunk. Hát, itt fent voltam mindenhol. Vajon? Aha, gondolom... hát az ott már nem tetszik nekem. Gondolom, ide kell lejutnunk. Jó, oké. Hát nézzünk szembe. Nézzünk szembe a sorsunkkal, szomorú sorsunkkal, amit már ott a messzi távolból... Ó, nem ő az, akit...
Aha, ez a quest item itt. Ez itt, kérem szépen, a quest itemünk. Meg gyorsan eljövünk megnézni, hogy mi van. Mi van ide fent? Ennyi? Jó. Na, akkor papihoz majd most már mehetünk vissza, és akkor leadhatjuk neki itt a szajrét. És ez itt. Ez hova visz minket vissza? Ó, tudom már, hogy hol vagyunk. Már látom, hogy hol vagyunk. A legelején vagyunk a pályának. Teljesen a legelején. Jó, oké. Na, ez így király. Ez így nagyon király. Most összenyitottuk szépen ezt az egész terepet úgy, ahogy van. Hát ilyen lángszórós papit se láttam még. Nagyon remélem, hogy ezt meg se próbáljuk. Nem is akarom tudni, hogy ez mennyit sebez. Á, jó, meg is haltál. Oké. Na, és akkor itt fog legördülni valami nagy izé, az, amit ott a messzi... Aha, már jön is. Oké. Remélem, hogy csak egy golyó volt. Hát az ott miatt advanced crank. Hát ez nem néz ki valami jól. Ó, szűzanyám. Jaj, nem. Mi ez a hely? Ó, wow. Na jó, itt át kell gondolni. Tűzbe esek mi? Aha. Gyere. Egyszerre csak egy. Bezzek, ti nem sebzitek egymást, mi? Ti nem. Úgy. Nem. Nézd meg, nem ér ide. És meg belém is rúg. Hát te vagy már. Ó. Oh. Itt fogok elégni. Nézd már azt, az a bohóc meg hogy megindult ott a háttérbe. Jó, ez izgi lesz. Na de legalább most annyi a jó ebbe, hogy meghaltunk és ide kerültünk vissza, hogy elvileg itt áll az a papi, akinek le kellene adnunk a szajrét. Úgyhogy akkor legalább ezt is megcsináljuk. Mi? Hogyne? Na? Oh. Hát itt azért ehhez elég kemény szív kellett volna, hogy mást válaszoljon neki az ember, nagy őszintén szólva. Jó, akkor viszont innentől kezdve jobban meg fogja nekünk érni a legeslegelső lámpástól menni, mert ugye kinyitottuk ott a shortcutot, és az közelebb lesz, mint hogyha most innen megint át rohangászolnék szerintem ezen az egész... cucmón. Na de kiderül, meglátjuk. Meglátjuk. Mert ugye akkor innen elvileg csak át kellene rohannunk. Mindenem. És akkor már itt... Aha, és akkor már itt is vagyunk. Jó. Ez lesz a jó út nekünk. Na, aztán akkor most már megnézzük, hogy mi ez a bohóc fiú ott fent. Na. Hát, stamina kell majd még erre a karira azért. Sokat elvisz ez a fegyver. De amúgy, de azt már mondtam a izénél, a nyusziknál is, hogy a damage-el egyébként teljes egészében meg vagyok elégedve, ami így van a karinak, úgyhogy... Arra nem panaszkodom. Na jó, ott haltunk meg, és akkor itt fog lejönni nekünk a... Ó, de jó lenne, ha közben kijöttek volna ezek. Ezt elsodorja őket. De hát... Nincsen szerencsém. Oké, fiúk. Ne, várj. Ne. Nem kell a bonyodalom. Van elég baj itt ezekkel is. Nélküled is. Jaj. Na, itt semmi, nem? Ó, Istenem, álljatok már le egy picit. Oké. Okay. I frame. Ahaha, bibibi. Jaj. Na gyere. Fejezzük ezt a bolóckodást most már be. Egymással. Jó. Ó! Hát most már lassan meg kellene majd megint néznem, hogy nem-e tudnék-e húzni még egy... Hallod? Nem néz ki, jó? Így, hogy ketten vagytok.
Előbb ezzel kéne itt elbánni. Várjál, nem bohóc! Oké. Mindjárt. Mindjárt tied vagyok. Teljes figyelemmel. Oh, wow. Az a smooth set. Jó. Nem jó. Nem vagy vicces. Kis barátom. Az igen! Hát ez mi? Ajajaj. Na, meg kéne nézni, hogy mit csinál, mert... Hát elég hirtelen izéi vannak. Hát csak ez addig ide tötyög, amíg ezekkel én itt elbán. Lehet, hogy hagyni kellene ezeket a lángszórósokat a fenébe. És... csak berohanni hozzá. Nagyszerű. Hát ez már zseniálisan kezdődik. Próbálok itt rollolni, hogy hát ha hamarabb lemenne ugye az overheat. Aj, fiúk, hagyjatok már. De itt is érted, tele van. Atya-gatya. Hogy kéne ezt csinálni, hogy mi itt békességben legyünk egy... Várj már, bohóc. Na. Egyetlen egy olyan terepet akarok. Atya világ. Hát nem, így sem fogok tudni vele úgy küzdeni, hogy... És tényleg tudok rollolni a izébe. De hát ezt így... Tőled is... De ne, elém álljál már. Idegesítő vagy. Na erre gyere, bohóc. Valahova? Hon vagyunk? Szűz Máriám. Azt ezt... A fene vigye el. Na de legalább itt lehet veled küzdeni, kis barátom. Aha. Ah, szeretted volna. Na gyere. Oké. Azaz. Jó. Gyors hílek. Jó. Ez belefér vajon még? Hú, hála az égnek, igen. Jó. Ah, ez de hirtelen. Na. Jó. Ezt fixen kétszer csinálja? Ajaj. Ó, de furcsa. Az igen. Hát erre a felütésre nem állok kész. Pedig már biztos, hogy nem kellene neki sok. Ó, Isten, ez de fura. És még egy... Á, pedig ezt tudtam, hogy jönni fog. Hát, amúgy ez jó ellenfél. Várjál! Várjál! Ne siess! Ne siess annyira! Építsed, építsed, építsed! Ó! Oh! Áhaha! Na? Na mi van? Most már megvan a Stargazer. Úgyni? Ez az. Jó. Ja, és még egy... A fene vigyel! Ez annyira hirtelen van. Na? Ja. Ok. Ebből jár neked még egy. És... Kéne használni a másik izét is. Fable Arcot. Ez ilyenkor nem lenne rossz. Meg be kéne rakni a... Öj! Várj! Na, még egy? Jó.
Hát, öcsém. Hogy ilyenkor kettőt csinál, hogyha közel vagyok. Nagyon fura neki a... Oké, meghaltunk, de legalább most már itt vagyunk. A bohócka mögött. Visszaszedjük a cuccainkat. És akkor elvileg most már innen hátulról be tudjuk szivatni egy kicsit. Na, ezt meg leteszteljük, hogy mi van. Bohóc. Azért azt muszáj voltam megnézni, hogy lehet-e hátba izélni. Úgy, atya, úr, Isten, ez de gyors. Viszont tényleg tudok. Na? Jó? De nem akarná! Jó? Na, ezt áttankoljuk. Jobb híján. Oké? Gyors hílek. Jó? Aj, öcsém, de ezek a hasalások, hallod? Na, jár! Sőt. És meg akarom nézni rajta majd a másik izét fejből. De tessenek már feljönni, hisz valami olyan terepen legyünk már, ahol tudsz majd pörögni, forogni nekem, mert azt szeretem. Azt. Ja. Na. Hát, de ez annyira kiszámíthatatlan. Nekem. Ó, Istenem. Na jó. Nézzük. Gyors élment. Gyere! Ide, fel. Ott lenn, nem küzdünk. De légy szíves, gyere már gyorsabban, vagy valami. Hát de... Nem engedi már ilyenkor egyszerűen. Na, még egy? Nem? Ez egyszerűen lassú a karakter már, hogy erre reagáljon. Oké. Úgy né. Jó. Na, az szép volt. Várj! Tessenek várni egy picit. Hihetetlen, hogy ezt már nem tudja leblokkolni ilyenkor a karakter. Oké. Na, mesnél már megint össze. Vagy valami. Hát de... Jó, bírod. Itt rontottam el. Es már össze. Hát ez hihetetlen. Hát ez hihetetlen, hogy nem adja be a... Na, legyen ebből elég. Úgyni. Hát azért jó masszív darab volt ez a...
bohóc, mondjuk legalább kvarcot adott. Na, de akkor viszont az azt jelenti, hogy megint tudnék izét? Most már nem tudom most hirtelen követni, hogy mennyi kvarcunk van. Én remélem, hogy van kettő. Nem, egy darabunk van. Fene vigyel. Jó, mindegy. Ez is valami. Hát legalább ezért megérte ezzel a bohóccal itt most izelni. Kínlódgatni. És... Hol vagyunk most egészen pontosan? Az érdekel itt engem. Hát ez megint valami teljesen más. Más terep, más irány. Jó. Hát. Van erre itt még valami érdemleges, izgi dolog. Ez mi? Wow! Oh, wow! Na ez igen! Ez már tetszik, ez a terep. Ez gyönyörű. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Jó. Fogalmam sincs, hogy időben hogy vagyok, vagy hol tartok éppen. Szerintem mehetnénk tovább, és meg is nézem még, hogy tudnék-e még egyet esetleg a fegyómon húzni. Na, húztam még egy szintet a karakteremen, engem most már baromira érdekel, hogy mi van itt, úgyhogy lehet, hogy ez egy picivel hosszabb rész lesz, de én ezt itt, ez annyira szép, jaj, ne! Annyira szép ez a rész, hogy én ezt itt most meg akarom nézni, hogy ez mi a túró. Végre valami olyan helyen vagyunk, ami ilyen belső épület, és ilyen baromi szépen megmunkált belső épület. Oh, nem áll. Hát ezek mi a fene? Disruption? Jaj, ne! Ez mi lesz? Ez mi lesz? Ilyen még eddig szerintem nem volt. Atya világ, mi ez a defense? Látok, izé kéne pedig. Aha, ide elektromosság kell majd. Fixen. Mi a túró az ott a háttérben? Hallod, lányzó, az téged nem lehetne? De mi az, ami... Nem, mint látom, hogy ilyen marionett bábuk, csak... Mi rángatja őket? Vajon? Az ott! Az játszik vele. Jó, oké. Akkor úgy látom, hogy az ilyen sokkarú mamikat, vagy soklábú mamikat le kell itt izélni. Majd ahhoz ott valahogy fel kell jutni. Egyébként akartam húzni még egyet a fegyómon, de sajnos nem tudtam, mert már egy teljesen másik upgrade item kell majd hozzá. Á, te rángattad itt a szálakat. Mi a fene? Ez mi? Ó, atya világ! Mami! Kemény vagy. Hát ez baromi jól néz ki, ez az ellenfél. Ez nagyon tetszik. Meg tök jó, hogy ezek így rángatják ezeket a kis izéket, bábukat. Itt nem lehet? Ha, nincs olyan szerencsém. Jó, oké. Hát nem igazán szeretném megtapasztalni a bőrömön, hogy ez a disruption, ha felmegy, mi a túrót csinál. De, ha nézem el, hogy itt lent nem volt még semmi, nem. Így jó. Akkor erre kell mennünk. Tovább. Ajaj, ne. Ez biztos az a fenti csinálja. Meg kell találni mamit. Mamit, mert ezek a kis marionett bábuk, ezek nagyon kis izék. Jaj. Várjál! Mami, várjál! Légy szíves! Kérlek! Nyomd el a fejből arcot, barátom, mert itt halunk meg. Azaz. Viszlát! Jaj. Na? Gyengébbek vagytok? Aha! Jó, akkor itt úgy látom, ez lesz a trükk. Kislányok leesnek, akkor egyből meg kell találni a rángatózó irányító mamikát. Hát ez baromira tetszik. Ez baromira bejön. Na nézzük akkor, hogy merre lehet itt még tovább menni. Ez a kis ajtó esetleg. Semmi, ez csak dísz. Szerintem erre biztos, hogy nem voltunk mi. Aha, mami. Megnézem el, hogy a tűz. De biztos, hogy ide az elektromosság lesz a jó. Jaj, ne. Ne, várjál, mami. Kérlek, várjál. Ó, szűz anyám. Mami, várjál. Ajaj. Mami, nem akarná felgyulladni, az meghalni.
Jajjaj, oké, még élünk. Na, várjatok, leányzó. Várjatok, fene vigyen el titeket. Na, mit dobtok? Jó, itt ki kell cserélni majd mindenképpen a izémet. Ezt a fire-ös buffot, beef buffot elektrósra, mert ezek baromira robotok. Úgyhogy az lesz majd ide a jó. Hát remélem, hogy ha más nem, egy shortcutig még kibírjuk így, ahogy most jelenleg vagyunk. Na nézzük. Nézzük, erre semmi. Te egy kicsit be kéne óvatosulni. Ó. Oh. Be kéne óvatosulni, mert... Ah, jó, oké. Okay. Jaj, ne, ez a terep itt mi? Ez mi? Ez mi lesz? Technikamulett? Ja, kicseréltem amúgy, mégiscsak betettem ezt a vejteset, mert kellett technik plusz 4. Betettem ilyen jobb defense párcokat, hogy nagyobb legyen a defense-ünk, mert atya úr isten, ószűz anyám, porogass rá. Hát, itt meghalunk. Ha csak nem itt lesz valahol egy izé. De, jó, oké. Okay. Azt kinyitom, és akkor utána már... Jaj, ne, ez nem is az az ajtó. Már hallom, hogy jön utána. Csak meg akarom találni a shortcutot. Ez az? Kérlek, legyél. Légy shortcut. Shortcut vagy? Ó, köszönöm Istenem. Jó. Na, bohóc, vagy nem tudom, hogy mi a túró vagy te. Most már jövök. Most már megölhetsz. Vagyis hát remélem, hogy nem ölsz meg, de... Most már meghalhatunk. Nagyon nyugalommal. Na, hogy nézzem már, hogy... Miből vagy te itt összerakva? Na, gyere csak. Várjunk csak. Ó, az igen. Azt gondoltam, hogy masszív leszel, de... Na, még egy... Ó, pedig úgy vártam, hogy még egyet fog ütni. Nem baj, hogy nem, csak... Ó! Oh! Jó. Ez mi lesz? Oké. Okay. Hát, ha más nem, akkor ilyen charge attack-okkal eljátszunk vele. Jobb híján. Ajaj. Jaj, ne! Szűzanyám, ezt el fogom így rontani. Jó. No! Pedig ha ez még bement volna neki... Úristen, mennyit izél itt, hallod? Ez egy állat. Aha. Oké. Okay. Na, pedig rád ez lesz most a taktikám. Oké. Okay. Jaj, ne! Ennek hogy bedöltem az előbb is. Oké. Okay. Na, így már más. Így már más a helyzet. Most már, te vagy itt a főnök. Na, hagyj nézem, hogy mit őriztél itt. Remélem kvarc. Kérlek, legyél kvarc. Kvarc. Exploding pickaxe blade. Wow. Hé, ez a boomer hammer. Ez az a hammer, amelyik annál a izénél volt, NPC-nél, amelyik a liftnél állt. De amúgy azt ott, hogy lehet kinyitni azt az ajtót vajon? Hogy várjunk már. Baba? Ó, oh, baba. Miért vagytok ti ilyen masszívak, amíg rángatnak titeket? Kapjátok a kakaót mamától, mi? Hát így könnyű. Igen, hogy tehát, hogy ezt... vajon ezt honnan tudom kinyitni? Ez még egyelőre a rejtélyügyi hadosztálynak a feladata, hogy ezt felderítse számunkra. Na jó. Akkor hogy vagyunk? Hogy... Ja, erre. Vagy lehet, hogy itt lehet leesni, és akkor... Hát, ez már nem néz ki jól, ott egy spekteres izé. Na mindegy, lejövök, már megnézem, hogy itt mi van. Azt mondja, hogy egyelőre semmi. Trinity ajtó! Jó, akkor majd valahol megint kell egy kulcs. Oké. Okay. Na nézzük, hogy erről lehet-e kinyitni azt az ajtót, amit látunk. Biztos egyébként, mert... Erre biztos, hogy... Milyen nagy ez a terep? Meg se gond. Mi ez a dübbenés? Mi ez a dübögés? Mi van itt fent?
Jaj, már megint te. Mamival együtt? Nem örülök. Ajaj. Te is jó hirtelen lelkületű vagy. Elnyomhatok egy charge-ot. Azaz. Így, né? Ja. Rajtad is túl vagyunk. Na, mami. Mami. Jó, ez legalább ilyen csá... Jaj, nem áll. Viszont még nem rángatja mami. Csak most. Aha! Tehát amíg nem látja meg a babákat, addig nem is fogja be őket. Ó, szűzanyám. Mami. Essél össze? Hát de masszív vagy. Öcsém. No! Wow! Ez teljes izé. Teljes pusztulás. Teljes nihil. Aha, ezzel azért így jobban sebezzük. Csak nem ártana, hogyha én meg mami maradnánk a terepen. Leányzók, hogyha ti nem szólnátok közben, az baromira tudnám értékelni. Na gyere, mami! Jaj. Nagyon jó vagy, mami, de... Ne! És kiszedett érted a Fable-ből. Te elképesztően idegesítő tudsz lenni, ha téged hagynak hallott kiteljesedni. Mamikám, na azt mondja, nézzük, mi van itt. Végre valahára, eljutottunk ide. Ó. Jó. Már látom, hogy először akkor ide kellene leugranunk. Ugye? Át tudunk ide? Az igen. Újabb pro... Mi ez? Dimenzió pillangó. Kőkemény dimenzió pillangók. Valahol. Itt el tudunk futni. Aha. Azért meg se érte. Na hol a dimenzió pillangó? Valahol itt jelez a... de jó. Menjél nem, papi. Fontosabb dolgok vannak. Technic crank. Na most hol a túróba vagy? Szüzanyám. Már megint ez a lövős. Aha, most akarsz hátra izélni. Menjünk már ez meg. Ez most itt hova vitt? Visszahozott a... Nyíjjál. Animálódjál. Hogy nézem. Ó, itt vagyunk a izénél. Kastélybejárat előtt. De jó. Na, ez királyság. Oké, akkor még egy hely van, ahol tutifixen nem voltunk. Én itt ugye... Még volt egy másik út. Ennél a résznél. Megnézzük, hogy ott még... várjunk már, hát itt is még. Lehet feljebb jönni. Na és itt még... Legyél kvarc, kérlek, legyél kvarc. Kvarc. Hát nem. Ez megint valami izé... Defense part, szerintem. De majd kiderel, majd megnézzük. Lényeg, ami lényeg, még itt volt egy út, ahol nem voltunk. És akkor utána, mivel ott világított a spekteres izé, akkor gondolom bosszantyúzunk egyet. Hát kíváncsi vagyok. Már most itt az előző izé, nyuszi fülek után már nem mondok semmit, hogy mire számítok. Na nézzük, azt mondja, hogy szerintem erre nem mentünk. Ugye? Nocsak. Megvan a izénk. Shortcut. Vagyis hát így egyben nyitottuk itt akkor ezt a terepet is. Aha, akkor ez volt az, amit láttam ott onnan a... Jaj, nem áll. Viszont ládikó. Ládikó ér bármit. Ládikó az még soha... Öcsém. Soha nem okozott csalódást. Tessenek innen távozni? Hogy nézzem meg ezt a ládikót? Kérlek, legyél kvarc. Kvarc. Legyél kvarc. Az igen. Jó, hát akkor ezt majd a papinak gondolom le kell adni. Gyanítom. Jó. Akkor újra minden, és bosszantyú ajtó előtt jelentkezem.
Hát ez itt... Ok. Ó, még itt van valami cucc. Ergo. Hát gondolom egyébként, hogy ide is a izé lesz jó. Az elektrik. Ha már itt ezen az egész pályán az elektrik volt a jó megoldás. Na de majd kiderel. De gondolom valami izé robot. Szerű. Na. Komplett előadást kapunk. Magunkról. Hát az ott a mi kis szívünk. Hova viszed, papi? Hát... Ó, szűzanyám! Hát tőled robotosabb robotot meg se csinálhattak volna ilyen. Most miért vagy ilyen undok vele? Na. Hát ez már fájni fog, már látom előre. Na jó. Egy biztos. Ide elektrikkel. Ajaj, Istenem, ebből mi lesz? Ajaj. Az igen. Ó, wow. Ajaj, várj. Kérlek. Fel kéne vinni rád az élmentet. Valahogy. Jó, felment. Legalább. Várj. De gyors vagy. Veled nem lehet itt gridizgetni. Ez mi lesz? Hozik. Hallod, nem látok. El se érlek. Stamina. Ez mi? Ojojojojojojojoj! Az igen. Aha, hát ez így gond. Ez gond lesz. Viszont baromi jól sebezzük így, az kétségtelen. Az kétségtelen. Hát ahhoz képest, hogy amilyen lassúnak tűnik, az az igazság, hogy nem lehet vele így grídizgetni, mert csalóka. Ez megint ez a izé lesz, ilyen lassú türelemjáték, hogy blokkütés, és így köbö ez kell majd vele mivelni. Az élmentet azt mindenképp fel kell vinni rá. Meg jó lenne összeejtetni. Ez baromi jó lenne összeejtetni. Meglátjuk. Ojaj. Jó. Tehát, igen. Na, itt nem szabad majd vele grídizni. Oké. Okay. Együttés. Blokk. Csak jókor kellett volna csinálni. Azt mondjuk lényeges lenne. Jó. Oké. Okay. De masszív vagy. Az igen. Nézd meg, és még meg se jelenik rajta a izé. Ez mi?
fehérbe? Nem akarnál már valamikor átmenni? Mi történik? Ez mi a lótúró? Hú, de kéne hílálni. Oké. Azaz. Na, gyorsan, gyorsan. Hát te nem voltál így nagy eresztés. Jaj, ne. Ez ki? Ez úgy néz ki, mint izé. Raiden a Metal Gear Solidból. Nem örülök. Mert ha meg azt is fogja tudni, mint Raiden a Metal Gear Solidból, akkor ez nem lesz vicces. Hát te ki vagy? Te én vagyok amúgy? Vagy egy másik én? Egy ilyen prototípusom lettél volna? Vagy te vagy már a jobb én? Vagy mi a... Azt a kaszát, azt láttam a Weapon Showcase-be. Ez mi a fene? Atya gatya. Erre kíváncsi lennék milyen. Wow. Várjál, barátom. Te nem viccelsz. Wow. Aha. Uh-huh. Aha, hát akkor ez lesz itt a trükk. Ezért volt ez ilyen izé könnyű az eleje. Hát. Uh-huh. Elektro. Jó, cserélünk egy kart. Mégpedig betesszük a string helyett ezt. És ennyivel lesz ennyink, oké. Jó. Hát még annyit tudok esetleg csinálni, hogy. Hát, de nem akarok izére ilyen consumable-t használni, hogy a dobálós dolgokat, vagy valami, mert ha meg ugye ahhoz szokok hozzá, hogy az ilyen fogyó eszközökkel oldok meg helyzeteket, és majd egyszer nem lesz, akkor a végén így is úgy is oda kerülök, hogy meg kell tudnom oldani anélkül a helyzetet. Meglátom, hogy mennyit sebzek elektromos izé nélkül. Egy. Kettő. Hát, amúgy. Egy. Ajaj. Kéne rá az elektrik. Ezen túl kéne esni minél hamarabb. Az igen. De masszív vagy. Ez mi? Pedig ezt már láttam egy párszor. Kétszer biztos. Ajaj. Aha, kell rád az elektrik, mert téged se szabad hagyni kiteljesedni. Ajajaj. Ajajaj. Nem jó. Wow, itt nem ér el. Hallod, hajmán meg. De... Jó, mindegy. Ok. Itt arra nem volt időm, hogy feltegyem a izét, érted, a beef buffot. Hűha. Hát te... Ajajajaj. Jajaj, veled lesznek bajok, kisbarátom. Az biztos Isten. Na jó, akkor a terv az lesz, hogy megpróbálom a karral felvinni erre a nagy melákra a izét. Ezt mindig elfelejtem, hogy itt van nálam egy kar is. Az elektriket. Meglátjuk. Jó, felment. Fenébe.
ezt elrontani. Ú, te! De gyors vagy, néha. Az igen. Ú, ez de fura. Ezt de rosszkor csináltam én. Ezted belátom. Drága uram. Jaj, ne. Nem jó. Oké. Okay. Gyorsan. Fene, fene. Jó. Ó, szüzenye. Mi történik? Hát el se érlek, hallod? Ez mi volt? Wow. Az igen. Mit csinálsz? Ezt betankolom akkor is. Mit kell veled csinálni? Hol kellett volna téged izélni? Ó, oh, wow. Jaj! Mi a... Azt a betyár. Oh. Fúha te. Ez nem vicces. Ez mi lesz? Wow. Az igen. Na gyere. Fene vigyen el. Jó. Most nem tudom amúgy, hogy mennyivel lettem volna előrébb, hogyha bemegy neki a riposzt, de valamiért most így hirtelen nem realizáltam, hogy hova kellene. Azt vártam, hogy ugye megjelenik nála is a piros kis kör, hogy hova kell állni, de nem. Akkor ez olyan, mintha ilyen emberi ellenfél lenne, hogy gondolom vagy fullosan mögé megyek, vagy teljes egészében elé, és akkor úgy jók leszünk. De hát ez... Az a baj, hogy ennek itt már nincs értelme, ennek a körnek. Ha most mi a túrónak menjek át, érted? Fész kettőben ennyi HP-n van. Ah, szüzanyám. Ah, igen, ennyi volt. Ennek nem lett volna értelme, ezt nem kellett volna már a fész egybe csinálnom. Kíváncsi vagyok erre az izére pedig. Ez hamar túl kéne esni ezen a nagy melákon. A legjobb az lenne, hogyha a kis kézzel tudnám felvinni neki az elektriket. Mert az ugye mindig nálunk van, az mindig újra töltődik, az nem fogy el. Egyszerűen fész kettőre kell az elektromosság. Hallja már! Még meg se érkeztem, én nem látok semmit az asztaltól. Okay. Ez hogy van? Jó. Oké, gyorsan ide. De állj már bele a körbe! Ó, öcsém, ez a karakter. Mindegy is. Nem. Ki lehetek? Nem. Hát ez már megint low túró. Annyit ér ez a... Pézegy... Köbö. Semmit nem látok. Semmit. Itt most mi van ilyenkor?
Ah, ezt csak ki kell sétálni. Ó, Istenem. De mérges vagyok megint erre a riposztos izére. Ez megint offos. Fullosan offos így. De eltalálnád? Ok. Így meg már nem érlek el, igaz? Uh-huh. Akkor oda valami más... miatt... más stratégiát kell majd kitalálni. Mert hogy hiába blokkolom le, egyszerűen túl messzire kerül ugye a Karim, hogy... lehet, hogy charge attackot kéne olyankor rá csinálni, hogyha ha sikerül ott a perfect block, ugye, mert a charge attackkal meg előre indulunk. Szerintem azzal elérném. Az jó lenne. Az jó lenne, jó lenne, jó lenne. Hát ez már megint kuka. Ez kuka. Ez fullosan kuka. Mi a túró? Nem is tudom, ezt minek raktam. Ezt minek raktam fel? Atya világ. Oh, wow. Várj! Fenébe pedig még reménykedtem, hogy el tudok menni egyet healelni. De amúgy milyen könnyű bebüntetni őt így a izébe, ilyen staggerbe. Vagy legalábbis ilyen... ja, ezt át kell tankolni a fenébe, ezt a izét, vadállatot. Ezt le kell tankolni. Jó. Ez most még azt mondom. Fenébe. Fenébe. Ne. Így már nem jó. Mi? Hányat ütsz már még? Várjál már... Hát ez mi a túró csinál itt most? Hát ez... jó, oké. De kár pedig mennyi hillel átmentem. Hallj meg! Tudtam, hogy ezzel elérem. Nem szabad veled greedynek lenni. Úgy né. De hol kell? Mi történik? Ajaj! Ez egy beteg állat! Ne! Fú, hallod! Nem foglak elérni. Charge-olni kellett volna. Elég volt ebből. Bonyodalmakból. Nagyobb problémák. Kal kell itt szembesülni. Hú, barátom. Az igen. Hát ez már látom, hogy ez kb. Ennyi volt. Ah! Lehet megtorpant volna akkor, hogyha az elején jól deflektelgetem a izéit, de hát itt így. Így nem.
Nem tudom, ki rakta ide ezt a lámpát, de baromi vicces kedvébe lehetett, amikor ezt ledizájnolta itt. Lehet itt járt izé. Genyószen a Nióból. Átjött ide dolgozni. Ajaj. Hallod, papi? El kéne valamelyikünknek, hát mondjuk inkább nekem téged találni. Nem? Meg se hasson, hogy ütlek. Jaj, hiszti-biszti. Na, hallod, fiú? Fussá! Hajd meg! Úgy ne? Na, ez a jó kezdés ilyenkor. Ez maga rossz folytatás. Jajaj, hú, veled nem szabad itt cicázni, hogy... Jajaj. Azaz. Jajaj, healelni akarnék! Jó, a fene vigyen el. Hallod. Nem tudom azzal a tüzes izével, hogy kellene. Meg ki kell futni, az biztos Isten. Annyit ott leblokkolni, hát meg átmegy a tűz, érted? Papi, ezt utálom. Amúgy. Ezt is, amikor ez nem sikerül. A hiszti lesz a izé. A fézváltás neki. Szerintem. Nem akarná? Nem. Ó, az igen. Hát de... Ez már megint tök felesleges így. Há, szedjél. Na, reméljük. Hogy minél több healt át tudnék vinni Phase 2-re. Ezt le kell dominálni. Fenébe már, de miért megy neki néha ennyire gyorsan le a izé? De nem akarnál összeesni? Hihetetlen.
Végre. De ezzel lehet valamit csinálni? Jaj, na. Wow. Oh-oh. Úristen, ez mi? Ezt már nem fogom tudni, az a baj, letankolni. De. De hát ezt... Hát ezt most konkrétan kifutni se tudom. Jó, ezt most még azt mondom, ok. Hát itt te nyertél. Itt te nyertél a ledominálásba. De egy próbát megért. Vagy több HP kell ide, vagy nagyobb defense, de hát... Pedig ezt kell, egyszerűen ezt kell vele csinálni. Ezt kell ezzel a izével csinálni. Pikpak le kell izélni. Stance kell törni minél hamarabb. Túlélni valahogy azt a tüzes izét, és utána még egyszer ugyanezt megcsinálni vele. Nincs cicázás. Na. Egy. Sutty. Jó. Úgy, né? Hányszor? Úristen, hát ebből mit lehet? Uh-huh. Ezt most hogy gondoltad? Ez... Kiszakít... Hallott, kiszakított a Fable-ből. Hát de nem arról volt szó, hogy Hyper Armor-ja van a Fable Arts-nak? Akkor most ezzel hogy szedett ki? Vagy ez megint olyan Hyper Armor, hogy Hyper Armor akkor, hogyha nem bizonyos támadások érnek, vagy fullosan kihúzott a Fable-ből. Az utolsót már nem tudtam beütni neki. Ekkora... Na ez a bullshit amúgy, ez a bullshit. Hogy akkor döntsük már el, hogy van Hyper Armor a Fable-nek, vagy nincs. Csináljuk már meg ezt konzisztensre. Mert a boss az konzisztens abba, hogy baromira nem tudod érted izélni. Csomószor. Megállítani. Féktelen spamba. Hát, öcsém. Na ezektől vagyok ki, néha. Stratégiázzál, hogy ne. Így.
Minek? Na most befér neked egy ilyen? Aha. Éppen hogy de be. Hova kéne menni, érted, hogy... Öcsém. Az igen, ott hogy nem érte? Jó. Nem hiszem el. Hihetetlen. Neked most... Az igen. Meghoz. Az az anyám! Hát ez baromi jó volt. Ez baromi jó boss harc volt. Hát most leizzadtam itt a végére, hallod? Vastagon leizzadtam itt a végére, hogy meghalok el, vagy nem? Úristen, ez kemény volt. Na ez izgi volt. Ez vastagon izgi volt. Anyám, na jó, azt hiszem ez az a pont, ahol ezt a részt itt be kell fejezni. Én nem tudom, hogy ez mennyire lesz így hosszú, de. Hát lehet, hogy nem fogom ketté vágni, nem tudom, ezt majd még a jövőbeli Anett eldönti. Most baromira örülök, hogy haladunk, végre haladunk. Úgyhogy akkor, hát folytatjuk majd továbbiakban innen. Most viszonylag, hát az elkövetkezendő 3-4 napban azért lesz időm játszani a Lies of P-vel, így esténként, úgyhogy majd most a héten így várható, hogy jönnek a részek, aztán meglátjuk, hogy a Lords of the Fallen-ig befejezzük ezt a játékot, vagy sem. Na hát akkor nagyon szépen köszönöm a mostani figyelmet is, és akkor remélem, hogy találkozunk majd legközelebb is, folytkövinnen. További szép napot, vagy szép estét nektek, sziasztok!